Sziasztok, kedves barátaim! Hogy vagytok? Mi újság? Picikét meséljetek. Itt van a Nyuszika is. A barátság, a szeretet jelképe. A fehér Nyuszika. Így van. Örvendek, hogy együtt lehetünk, és így van akkor. Örvendek. Na, még egy kis zenét meghallgatunk, és nézzük meg, hogy jöjjenek a többiek is, jó? Igazság szerint egy picit későn léptem be, de reméljük, hogy lesznek még nézők itt. Nagyon reméljük, igen. Szabolcs, szia Szabolcs, szia Bianca. Lehetséges, igen Szabolcs, lehetséges. Most válaszolok a csetre, kérdez felek van, igen, igen. Így van, így van. Ta 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 pa 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 ta 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 da pa 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 da pa da. Szia Szabolcs, Szanyika anyán aludni szállsz te is, ugye? Az jó akkor. Nagyon jó. Stöm. Na akkor énekeljünk valamit. Énekelek egy szépet nektek. Örülök, hogy tényleg együtt leálltunk. Itt a Nyuszika is velünk. Mondtam, ez kicsi fehér Nyuszika a szeretett jelképe, még a barátság jelképe, még amit akartok. Aranyos kicsi Nyuszikának van nekünk. Igen. Szeretni való Nyuszika. Nagyon. Na, hát igazából nem tudtam hamarabb belépni, mert kis gondom volt a honfoglalóval, és újra kellett telepítsem a böngészőt, az operát, meg mindent, és újra beírni Jászút, meg mindent, úgyhogy ezzel belőttem igazából, mert nem akart menni, de most jó lesz, most jól megy. Igen, úgyhogy akkor tudunk játszodni most egyet, igen. Egy kis honfoglalós játékot. De előbb akarok nektek énekelni egyet, jó? Gyertek, akkor énekeljünk egyet. Na, nézzük meg akkor. Párizsi Line Groove House-tól énekeljem el. Ó, hát ezt igazából nem tudom. Nézzük meg. Egyik-másik dalt választottam. Hallgassátok még, ez is nagyon jó kis dal. La 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 la. Elnézést, csak visszahallgattam magamat, hogy teszteljem le, hogy jó-e a hang, jó? Ezzel szoktam letesztelni, hogy milyen a hang az élőadásban, hogy milyen a zene, meg a hangom, meg tudjátok. Direkt egy picikét lehúztam a zenének a hangárait, hogy lehessen hallani, hogy énekelek, és így elég jó lesz így. Így van. Hú, nekihittem a mikrofonnak. Bocs. Na, következik egy újabb dal, és pedig következik jaj, eleludtál Tamás, az a helyzet, hogy nem tudtam hamarabb belépni, megmondom én, mert belültem velem, mert nem ment a honfoglaló oldal, és igazából az volt, hogy amikor mentem rá a honfoglaló oldalára, dobott át, Google-ra dobott át engemet, és nem tudtam elképzelni miért. És tesztelgettem, és aztán végül újra kellett telepítsem az operát, és valahogy úgy jött rá, de nem tudom milyen baj volt, és azzal voltam elfoglalva, azért nem tudtam hamarabb belépni, akartam hamarabb egy kicsit belépni, de nem sikerült emiatt. Úgyhogy hát megtörténik, na, hogy csináljunk, ez van. Na, következik egy újabb dal, és ami nem más, mint azt mondja, hogy tudjátok, melyik az, na, gyertek. Egy diszkóban történt lázas éjszakán, mikor megláttam és rájöttem, hogy nem kell senki más. Szívem megdobbant és eldöntöttem, nem várok tovább. Meghódítom azt a lányt, kiért a szívem nagyon fáj. Jött egy tánc, szól a gitár, két szerelmes szív most egymásra talál. Ez a dal most nektek szól, molassuk át az éjszakát. Kis grófa most itt nektek reggelig húzza. Gyertek! Óra szósan, dzsigolosan járom a világon. Párom nem találom, nem, sosem. Hajdi Romadám! Sok lány van itt, egyik jobban rázza, mint a másik. Körülöttem csak a buli van, Hajdi Romadám! Minden szenvedély bennünk rángra gyúlt, minden egyes éjszak hanghosszúra nyúlt. Bennünk ég a vágy is, forró még az ágy, de néha szívem mégis újra más lányokra vágy. Mi tőlem telhető, mindig megteszem, tudom, nálad csak a boldogságot lelhetem. És ha már nem kellek neked, én tőled elmegyek, mert egy nőnek bolondja én már többi nem leszek. Olaszósan, dzsigolosan járom a világon. Párom nem találom, nem, soha nem. Hajdi Romadám! Sok lány van itt, egyik jobban rázza, mint a másik. Körülöttem csak a buli van, Hajdi Romadám! Na gyertek, most énekeljük együtt! Olaszósan, dzsigolosan járom a világon. Párom nem találom, nem, soha nem. Hajdi Romadám! Sok lány van itt, egyik jobban rázza, mint a másik. Körülöttem csak a buli van, Hajdi Romadám! Na hát ez volt. Olaszosan, dzsigolosan, csak is olaszosan, dzsigolosan. Na hát üdvözlök titeket nagy-nagy szeretettel, Sanyika vagyok, itt a Star TV-n, sziasztok, de jót kívánok is. Szia Walter, szia, hogy vagytok Walter, milyen volt a Bolt Fesztivál? Biztos, hogy jó volt. Igen. Őrvendek annak. Na. Hát itt vagyok, egyet játszhatunk egy kis honfoglalót, mit szóltok? Vagy... vagy esetleg akár egy kis Skype-os beszélgetésre gondoljátok ebben a késői órában, meg ha nem, akkor majd elhalasszuk, de nekem mindegy, nekem nem késő. Jó. Szia Nikolett, szia. Örvendek, ha hogyha tetszett ez a dal. Na énekeljünk? Még énekeljünk? Akartok még énekelni? Hát még egy picit énekeljünk, csak akkor nem marad idő honfoglalóra, hogyha énekelünk most. Mert elég szűk az idő, és két óra után sajnos már megyek, mert nem akarok olyan éjjelészni annyira éppen. Tehát akkor lehet választani, hogy honfoglaló legyen-e, vagy énekeljünk továbbra is. Énekkel töltsük el. Nem tudom, hogy hogyan legyen. Mit szóltok? Mi legyen? Hogy viszket a hasam, Istenem. Valami kiütésem lett, vagy megcsípett valami, nem tudom. Nagyon viszket. Ó, Rózsa Magdi, az igen. Milyen jó nektek. Szia Ádám, üdvözlök. Nem tudom, Ádám, hogy születésnapom alkalmából mi lesz, hogy lesz, nem tudom még előre azt eltervezni, hogy milyen lesz. Szerdán kell menjek Dokihoz, Brassóba. Hát nem tudom, egyedül melyik lehet, egyedül fogok elmenni, bár kicsit unalmas egyedül járkálni. Jó lett volna, valaki elkísért volna. Pú, elég unalmas, kell menjek a Dokihoz, igen. Meg kell vizsgáljam, szerdán. Brassóból lehet live-ot csinálok, de nem biztos. Olyan hideget mondtak. Szerdáról jön a havazás, még minden. Puh, én nem tudom, ezt hogy lehet kibírni. Hogy így nem tudunk kimenni az utcára. Így legalábbis most idáig egy ilyen blúzba, pólóba, meg ilyen tréning felsőbe ki lehetett menni. De most már igazából nem igazán tudunk kimenni. Így annyira hideg lesz, hogy puh, készüljetek fel, gyerekek. Nagyon hideg lesz. Hónaptól. Erősen lehull az idő. Valójában mindegy hideg tus, úgy fog minket írni. Én fel vagyok már készülve, havazás lesz hegyekbe. Ezt tudjátok, mit jelent? 10 fokkal kevesebb, 15 fokkal kevesebb lesz kint. Na, igen, fel kell készülni. Készüljetek fel. Mert még lehet, hogy más tétől, igen, keddes tétől megváltozik, vagy lehet, hogy szerda reggáltől, nem tudom, de szerdán már hűvös lesz hideg. Szerda, csütörtök, ilyesmi. Úgyhogy ez van, na, nincs mit csinál, sajnos. Fel kell öltözni, téliás idő van, vagy lesz, most még nincs. Egy nap még hátra van, aztán ez van. Nem marad nálatok, Walter, nálatok sem marad a 16 fok. Higgyétek el. Mert mindenhol változik, egész Európában változik az idő, néztem, Pesten is megváltozik az idő. Valójában 10 fokkal kevesebb lesz Pesten is, egy olyan kb. Igen. Mindenhol hideg lesz. Sajnos. De hát, ez van. Ja, nem tudunk ebbe beleszólni. Időjárás az egyetlen, ami ebben nem tudunk. Sajnos. Igen. Hát igen. Nincs mit csinálni, Walter, ez van. Hirtelen meleg, utána jön a hideg, semmi átmenet nincsen, ezt nem tudom elképzelni, hogy régebbi ilyen időjárások nem voltak. Volt hiszen átmenet egy olyan 5-3 fok eltérés, de ilyesmi, hogy 10 fok egyből 15 fokkal kevesebb legyen, hát az őrület. Szabályszerűen őrület tényleg, hát ez valami elképesztő, hogy mostanában csak úgy változik az időjárás. Működnek csongor, igen, csongi működnek. Most is itt van az asztalomon. Annyira fel vagyok töltődve, most pörgök. Annyira feltöltöttem, hogy már kidobom, nem mindjárt. Jaj, nem, hülyeséget mondtam. Nem fogom eldobni. Ez nagyon jó kis szerkezet, rengeteg mindenbe tud segíteni egészségi problémákba. Nem mondom, annyira fel vagyok pörögve, hogy túl sok az energiám, nem akarok, valahogy le kell vezessem, mert túl olyan kicsit, hogy hívják lettem ilyen, tudjátok, hogy le kell vezetni az energiát. Túl sok lett belőle. Ja. Túl feltöltött, lehet az a baj, túl fel vagyok, már régóta már lettem volna túlzal, és túl feltöltött engem. Még elég gáz, mert nem, hogy fogok így aludni, itt feltárva energia, hanem táncolunk egyet, jó? Na, a legjobb megoldás. Hát tényleg nem bírok aludni, csongor, tényleg nem bírok aludni. Ez biztos, hogy nem. Nagyon feltártam. És tudjátok, hogy hova kell tenni, hogy töltsön fel? Ide, ebbe a pontba, látjátok? Ide szoktam helyezni, ebbe a pontba, ide. És annyira feltölt energia, kell tudni, hogy hova kell helyezni. Az energiapont itt, látjátok? Az energiapont itt nekünk. Itt. És ha ide helyezzük, akkor az energiákat össze, hogy hívják, hogy a testünkbe is pörgünk. Igen, utána. Hát így van. Fekete a póló, már jó, most nem fogom felemelni, mutassa meg a hasikámat. Illadásban, milyen részt az, hogy felkezdi. Nem szabad, nem illik. Nem így van. Na jó, akkor gyertek egyet, táncoljunk, jó? Hát akkor most nem lesz honfoglaló, elhalasszuk hónapra, jó? Hónap estére, nem fogunk most egyet, vagy táncolok, vagy énekelek, jó? Oké. És majd lesz aztán honfoglaló is. Na jó, gyertek. Teszek valami jó zenét, akkor figyeljetek, valami house-t. House party. House party to starting. Igen, szabolcs lehet rendelni Romániából, azt hiszem elszállítják. Nem mindenes a szállítás Magyarországról, de nem is lehet annyira olyan sok, szerintem. Mondjuk a határunk a max, ha valaki megrendeli Nagyváradra, meg utána megy Nagyváradra, akkor szerintem elviheti ingyen. És akkor még nem kell szállítást fizessen, hanem inkább azt a pénzt szállítás helyett buszra adja, vagy vonatra, nem? És bemegy Nagyváradra, és elveszi Nagyváradról a csomagot, nem? Meg lehet úgy oldani. Mert Nagyvárad a határnál van, vagy Arad is például, vagy vannak ilyen kisebb falvak is, ahol el tudják szállítani szerintem, és ingyenesen. És határon túl kell menni, és elvenni a csomagot, és meg van oldva, nem? Egyszerű. Meg lehet ezt tud csinálni. Na már csongol, már látod, de már mondják, hogy vigyél. Vigyél nekik. Igen. A kiszállítási díj, nem tudom Románia, Magyarországra menni lehet Romániából, de biztos, hogy nem lehet olcsó, szerintem, nem tudom, fogalmam nincs. Mert tőlük kell megérdeklődni ezt, szállítanak-e. Nem mondom, a legjobb megoldás, hogyha a határig elmentek, vagy vonattal, vagy busszal, és akkor még nem kell szállításra adni azt a pénzt, hanem inkább még egyet jártak is. Nem. Még lehet, igen, oldani. Hát igen, van akitől messze van a határ, az biztos. Van akitől, igen. Nem mindenkihez közel a határ. De meg lehet, aki Pesten van, járnak autóbuszok, járnak Budapestre, Romániából, és egy sofőrt, vagy valakit meg lehet kérni esetleg, hogy a baj az, hogy pénz nélkül nem igazán senki se vállalja el igazából ezeket, hogy vagy valaki ismerőst meg lehet esetleg kérni, vagy nem tudom, hogy Magyarországon van-e kirendeltség ennek a tózernek, lehet, hogy van, nem biztos, lehet. Csak lehet, hogy más néven szerepel ez a kis szerkezet, nem tózer néven. De megéri megvenni, komolyan mondom, tehát most félretéve a viccet, meg mindent, nagyon jó ez a kis szerkezet, és megéri, mert védelmet ad a komputerek ellen, a kisugárzásoktól, meg gyógyít is, fájdalmakat molesztál percek alatt, fejfájást, hátfájás, mindenféle fajta fájásokat. Tehát nem kell az ember szenvedjen annyit, és megéri, mint hogy szedje az ember a sok gyógyszereket, mindent nem éri meg. Ha van egy ilyen csodaszer, ami feltűnt energiával, állandóan pörgünk, jól érzik magunkat, nem, akkor megéri simán, nem? Meg az, hogy tovább tudjuk adni tehát a családtagjainknak is tovább lehet adni ezeket, vagy haverunknak tudjuk odaadni, vagy barátnőnknek, vagy bárkinek. Tehát én oda tudnám adni 100 embernek. 100 embernek lenne hatása, tehát kézről kézre lehet ezt adni, tehát ez nem olyan, hogy most egy használat, hogy most csak egy ember szabad használjon, ez nem úgy van. Ez bárki tudja használni, és bármennyit is, 8 évig garantált a működése, igen, 8 évig. Úgyhogy... így van. Nem kopik Szabolcs el az ereje. Ennek 8 év a határideje, 8 évet fog működni. Ebben nincsen ellem, nem kell ellemet tenni. Úgyhogy egyszerűen ez bioenergia. És ez az energia benne, ez működik 8 évig fog menni. Tehát annyi a garanciája, 8 év. Igen. Tehát... lehet 10 évet is megbírni, minimum 8 évet mondják. Igen. És nem probléma, ha valaki víz alá teszi, nem, semmi baj se lesz, ha a vízbe esik. Vagy mosógébe feláltjuk, vagy valami, nem történik semmi baj, nem. Vagy ha leesik, akkor se nekem én leállítettem, vagy kétszer, nem lett semmi baj, ugyanilyen hatása van. Tehát ez nem olyan, hogy most leállítjuk és kész. Nagyon-nagyon kemény szerkezet, nem olyan, mint a telefon, hogy kész, leállítettük, betörik a képernyő, és aztán nem. Ez nagyon-nagyon kemény kis szerkezet. Igen. Meg nagyon jó potenciálnövelésével is, hogy mondják annak, ugye, annak mondják, tehát a növeli a, tudjátok mit, hát a szexvágyat mondja úgy. Erről is szó jött. Vagy, tehát a jó, arra is jó. Igen, mindenre jó. Ki kell tudna tegyem a 18-as karikát, de hát nem, de normális életünket ez tartozik. Így van. Nagyon jó Walter, tényleg nagyon jó, komolyan mondom, nagyon jó, és nem gyógyszer. A gyógyszer az, tudod, mellékhatása van, nem jó semmibe se a gyógyszer, úgyhogy... Igen, így van. Ezek nem mágnesek, nem mágnesek köztik. Nem mágnesek. Ezek, nem mágnesek ezek. Ha mágnes lenne, akkor odafogna igazából a vasot. Csináljunk egy kis tesztet, jó? Szerintem. Mit szóltok, egy kis tesztet csinálhatunk. Na gyertek már még akkor. Á, igen, marketing pénzt nem artana, persze ilyen jó reklámot csinálni, ez biztos, csak hát nem akarok én, nem az a célom, én nem is dolgozok nekük se egyáltalán. Nem az a célom, hogy... hanem én csak elmondtam nektek, hogy mit tapasztaltam ezzel kapcsolatosan, és mennyire jó, és annyi kb. De engem nem az, hogy most... mit tudom én, mennyit lehet belőle eladni, mert nem én adom el, ha én adnám el, esetleg, de nem én forgalmazom. Én is... hát igen, persze meg lehetne velük egyezni, ez biztos. Igen. Esetleg lehet, hogy megállítom nekik, megmondom, van egy csatornám, és hogy ezt a torzért nem tudom, és akkor küldjön, vagy küldjenek, vagy nem tudom mennyit belőle. Hát igaz, hogy nem fognak egy 200 eurós utivágot csak úgy küldözgetni. Nem lenne rossz, ki tudnám sorsolni nektek nyereményjátékba, nem? Egyet-kettőt, nem lenne rossz ilyesmiket, csak hát nem valami olcsó, az biztos, nem fognak ők adni, csak úgy. Na. Látjátok, hogy itt van ez a kis, hogy hívják, látjátok, tehát látjátok, hogy nem mágnes, mert nem fogja oda. Ezt, ha mágnes lenne, odafogná ezt a vasot. Nézzétek csak meg. Tehát nem mágnes, látjátok? Nem mágnes egyáltalán. Ez a fele sem. Egyik sem, látjátok? Nem fogja oda. Ha mágnes lenne, akkor odafogta volna már rég. Na. Egy pici-pici van benne, de nem sok. Egy nagyon-nagyon kevés valami van benne, de nem nagyon gyenge. Nagyon gyenge, nem áll még rajta a másikra. De végül úgy... Látja, hogy nem kapom meg. Nem mágnes. Nem mágnes, mert ha mágnes lenne... Ha mágnes lenne, akkor... akkor nem... No. Egy picikét... Van egy kevés mágnes benne, lehetséges, hogy van egy nagyon kevés mágnes. De nem sok, mert ha erős mágnes lenne, akkor nagyon odafogná, és nem állna meg. Látjátok? Hoppá. Nem, a mágnes az más. A mágnes az más, és a bioenergia más. Tehát a mágnes az más dolog, és a bioenergia az megint más dolog. Látjátok, esik le. Nem valami erős. Így erősnek erős az embernek, a szervezetének, így már csak ha csak az asztalra leteszik, micsoda ereje van. Vagy képzeljétek el, hogy én 2 méterre ott van az ágyom 2 méterre, és olyan jól alszok, elég ha az asztalra leteszem a tózert is, mint a bunda, úgy alszok. Viszont mikor nincs a szobámban, meg nem tudok úgy annyira olyan jól aludni, tehát van ereje. Egy mágnesnek pedig nincsen ereje 2 méterre igazából, tehát ez bioenergia, tehát ez másképp működik. Igen. Lehet egy kicsi mágnest tesznek bele, hogy mit tudom én, de igazából ilyen rézkombinál, vagy aranykombináció rézzel, valami ilyesmik vannak benne, kombinációk. Most aztán, ha lehet, hogy nem működjön, mert én kísérleteztem, de gondolom nem csinál semmit igazából. Mert kísérleteztem vele, hogy Aizen csak nem csinál semmit neki. Most egy ilyen kis szerkezet, az, hogy most én rátettem ezt a film dolgot, kiveszem belőle a... De Aizen csak nem. Csak nem. De az gyenge, nem erős mágnes, az nagyon gyenge, másik lelátjátok. Nem erős, egy pici van benne. Hát a Földnek van mágnesessége, a Földnek erős a mágnesessége, de egy ilyen kicsi mágnesnek nem lehet 2 méterig ereje. Hát például nekem van egy mágneses korperecém. Megmutatom nektek azt is, jó? Vagy ha nem vegyük a nyakláncomat, mert van egy nyakláncom, egy ilyen mágneses nyakláncom, látjátok, mágnes van benne. Ez egy olyan nyaklánc, hogy mágnes van benne, még vannak ilyen elemik, infravörös van benne, negatív ionok, a fehér az negatív ionok, még ez itt mágnes, ami benne van, látjátok, ez mágnes, mágneses nyaklánc. És nézzétek meg, hogy ez valójában mágnes. Látjátok? Figyeljétek, ugye? Nagyon érdekes. Na, ez tényleg mágnes, az a pici-pici mágnes, micsoda ereje van ennek a pici mágnesnek, nézzétek meg, nem? Nem csodás? Nézzétek meg! Egy ilyen pici-pici mágnes van benne, icika-picika, látjátok, és micsoda ereje van, ez a mágnes, de nem ez a tózer, hát a tózer ráteszem és nem fogja oda, nem? nem tiszta arany, fújtatva van csak, nem aranyok lánc, nem tiszta arany. Nem, fújtatott. Hát jó lenne, ha most lenne egy annyi aranyabláncom, lenne vagy 500 000 forintom, azt tudja, hogy annyiba kerülne egy ilyen nyaklánc, egy olyan 500, mert jó vastag, ha tiszta arany lenne. Egy olyan 500 000 forintom lenne, tudja, egy ilyen vastag arany nyakláncra. De nem, fújtatva van csak. Igen. Nem ólom, mondom, fújtatva van. Tehát itt ez van aranyból, illetve fújtatott arany, ezek a picikék itten. Igazából titánból van ezt csinálva, ilyen könnyű ellen. Magyarul tényleg, úgy mondják, titán magyarul is? Titán, igen. Az az anyag, amiből csinálják. Titánból van, és nagyon-nagyon könnyű, tehát hogy mondjam, egyszerűen nem inoxból van, hanem titán. Igen, a titán az olyan könnyű anyag. Igen, titánból van csinálva. Igen, és... ugye, lefújatták. Én viccelődök veletek itt, meg itt hókusz-pókuszok, vagy hogy mondjam. Hókusz-pókusz, piti fókusz, már is oda van fogva, ugye? Varázsolok nektek itt. Látjátok, nagyon érdekes, hogy micsoda árája van egy mágnesnak, ha nézitek meg ember, hogy oda tudja fogni, nem? Nézitek meg, Uramisten. Na jó. Hogy lehet erős egy ilyen pici mágnes? És képzeljétek el, hogy a mágnesek nagyon jók a szervezetünknek, mert mivel a Földnek a mágnesességet csökkent, ezt tudjátok, fontos, hogy mágnesességgel szembesüljünk, tehát a mágnesesség az nagyon fontos. És persze, hogy a Földnek csökkent a mágnesessége, és azért az ember levált, még nem tudom, még nem érzi magát úgy, hogy kell, és akkor lehet pótolni az ilyen mágnesekkel, ha így hordjuk, a nyakunkba tesszük, vagy karperec formájába, tehát a vért, hígítja a vért, és nagyon jó a vérkeringésnek, még mindennek. Igen, ezek a mágnesek. Így van. A csalán hígítja. Aha. Hát jó, az is jó. Jaj, a csakráknak is jól, látjátok? Jó, hogy valaképpen írta. Valójában a csakrákat is jók, igen, ezek a mágneses nyakláncok ajánlják is azoknak. Meg energiát ad, meg minden, tehát jók. Nagyon jók a mágnesek. A nem hülyeség, aki mágneseket hord nyakába, fülébe, vagy kartperecbe, mert van gyűrűbe is, tehát igen, erősen jók ezek. Nagyon jók. Valójában. Hát én utána néztem ezeknek a dolgoknak, és valójában tudom ezeket, hogy mennyire jók, és tapasztaltam is, mikor hordom ezeket, akkor olyan jó, nyugis az ember, még nem tudom, olyan vidám, még jót tesz, egy szóban a szervezetünknek nagyon jót tesz. Lehet nem annyira erős a hatása mindenek a torzernek, meg ennek a torzernek, ennek rögtön van a hatása, tehát ennek egy-kettőre feltűnt nagyon energiával, igen. De azt lehet, hogy többet kell hordani egy kicsikét, hogy valami érződjön. Hát például lehet, hogy felrakjuk egész nap a nyakunkban van, vagy ilyesmi. Meg lehet azt tudni. Na jól van, én megyek, mert nagyon késő lejár az idő. Hát sajnos, hogy nem jött össze. Nem tudtam. Jó, egy táncot max végezetül. Jó, nektek táncolunk egyet. Vagy táncolok. Megyeltek. Nézzük meg akkor, hogy van-e egy kicsi... Na, egy kis energiatánc volt itt a Star TV-n. Még akartuk? Legyen még akkor, mert még van energia, tehát nem spórolok az energiával, már van még bőven. Még egy pici van, na akkor nézzük a következő. Na, nézzük. Térdem elő Starból, lesz tutorial, lesz külön videó, ígérem, jó? Lesz külön videó ebből, jó? Hamarosan fogok én forgatni, jó? El is. Na, még legyen, nem tudom, olyan később. Még egy utolsó van, tényleg utolsó. A kedvenc dalom jön most. Lehet, hogy ezt nézzük. Na hát, ennyi volt. Igen, hirtelen megállt. Na jó. Na jó van akkor, kedves barátaim. Kitáncoltuk magunkat, jó. Most már tényleg megyek, jó. Hú. Nem is vagyok elfáradva igazából, megmondom. Őszintén. Nem érzem magam. Főleg, hogy mennyit táncoltam. Lesz aztán videó is, jó? Tánc videó is. Sokat fogok csinálni, jó? Ilyen külön mozdulatokkal, meg valamiket kitalálok ott, még jobbra-balra tesszük-vesszük valami újabb tánc stílusokat, jó? Oké? Na, lesznek még akkor, ígérem, lesznek még sok ilyen videók, jó? Na jó. Na jó, a legjobbakat kívánom nektek, minden jót, és találkozunk akkor, jó? Délután leszek adásban, oké? Természetben fogok live-ozni, reméljük, hogy jó idő lesz, jó? Oké, na jó. Hát igen, végül aztán összegyűltünk így a műsor vége fele, de hát nem baj, még lesz még adás szerintem. És lesz még, igen, most már egy késő van már. Na, igazán lehet. Ja igen, és szkalpuljunk is persze, alig várom olyan szkalpus beszélgetések, tudjátok, azok nagyon jók, jó? Na. A Jóisten áldjon meg titeket, küldöm az energiát, Jézus nevében megáldalak titeket, a legjobbakat, szép napot, oké? És minden jót akkor. A békám legyen veletek, a Jóisten is adjon nektek sok vidám perceket, boldogságot, jó? Meg még minden jót, amit akartok, jó? Oké, na jó, sziasztok. Ja igen, és végezetül a... Ha Marci is el akar búcsúzni tőletek, vagyis elbúcsúzik ő is tőletek. Sziasztok! Szép álmokat! Úgy na, most már tele van a tál, igazi. Na jó. Jó, na, akkor sziasztok, minden jót!